Az adóelőleg meghatározásához különböző nyilatkozatokat kell tenni a munkáltatók, illetve kifizetők felé. Az érintettek a figyelembe vehető költségek tekintetében nyilatkozhatnak többek között a 10%-os költséghányad levonásáról, a lakás bérbeadásából származó bevétel megállapításáról, vagy a belföldi és külföldi árufuvarozás költségeiről. Emellett a 25 év alatti fiatalok kedvezményéről, a családi, a személyi, az első házasok, illetve a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről is kell nyilatkozni. Az idei évtől újítások is életbe léptek, amelyek érintik a családi kedvezményt. A tartósan beteg gyermek, illetve fogyatékos személyre vonatkozóan kedvezmény növekedésről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy akinek ilyen gyermeke van, annak a családi kedvezménye 66.670 forinttal növekedni fog, tehát az adó alapját pluszban ennyivel tudja csökkenteni. További újdonság a 30 év alatti anyák kedvezménye. Hogy ezt igénybe vehessék az érintettek, több feltételnek is meg kell felelni. Akkor jár a kedvezmény, ha a gyermek 2023-ban születik, vagy az örökbefogadás 2023-ban történik, vagy a várandóság 91. napját 2023-ban tölti be az édesanya. Tehát ezeknek a feltételeknek meg kell felelni, és ahhoz kapcsolódóan kell nyilatkozni arról, hogy a kedvezményt szeretnék igénybe venni. Ennek a kedvezménynek az összege a 25 év alatti fiatalok kedvezmény összegével megegyezik, tehát 2023-ban az adóalapot havonta 499.952 forinttal lehet csökkenteni. Ezeket a nyilatkozatokat két példányban kell kitölteni, amit az adózók megtehetnek papíralapon vagy online. A kedvezmények igénybevétele pedig megadott sorrendben történik. Elsőként a 4 vagy több gyermekes édesanyák kedvezménye érvényesíthető, ezt követi a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, majd a 30 év alatti édesanyák kedvezménye. Ezután érvényesíthető a személyi, az első házasok, végül pedig a családi kedvezmény.